A fű már le van kaszálva azon a Tunyogmatolcsi telken, ahol egy bölcsőre épül hamarosan, a háttérben a festői szépségű szamossa. A közel 2500 négyzetméteren még állnak a fák, ezek nagy részét szeretnék megtartani. A beteg, idős egyedeket azonban ki kell majd vágni. A tervek szerint itt egy fitness parkot is kialakítanak a bölcsőde mellett. Utóbbi előkészítése másfél évvel ezelőtt kezdődött. A közbeszerzés lezárult, a kivitelezővel pedig a napokban megkötik a szerződést, és kezdődhet az építkezés. A bölcsőde 2x10 vagy 2x12 férőhelyes bölcsődék készülnek, az alapterülete 380 négyzetméter hasznos alapterületű. Nagy szükség van rá, nagy igény van rá a faluban, Tunyogmatolcson korábban volt bölcsőde, az már egy elavult épület, úgyhogy nagyon örülünk és boldog vagyunk, hogy egy ilyen szép földrajzi környezetben egy új bölcsőde meg fog épülni. Ott a falu gyöngyszeme lesz ez, ahol megépül pont a műemlék jellegű templomunkkal szemben. A tervrajzokon már jól látszik az épület belső kialakítása is. A gyerekek több mint 50 négyzetméteres csoportszobákban játszhatnak. Ezt a földszinten alakítják ki, amelynek hasznos területe több mint 260 négyzetméter lesz. A több mint 100 négyzetméteres tetőtéri rész a dolgozók igényeinek kielégítésére szolgál. Itt öltöző, telkonyha, mosó-vasaló helység lesz kialakítva, de itt kap helyet egy kisebb játék és fogyóeszközraktár is. A bölcsődére évek óta nagy igény mutatkozik, tavaly 37 gyermek született Tunyogmatolcson, amely Fehérgyarmat után a legnagyobb település a térségben. Így szükség van az intézményre, nem csak azért, hogy helyben felkészítsék a gyerekeket az óvodára, de a szülők is hamarabb vissza tudnak menni dolgozni, és közel 10 embernek állandó munkahelyet is biztosítanak. Pont az orvosi rendelő van ott, amíg nem régen lett felújítva. Azelőtt van az óvoda, még szintén nem régen lett felújítva, ott van egy szép tájházunk, most abba a környezetbe előre kerül ez a bölcsőde, és most nyertünk szintén pályázatot, egy fitness park, és ugye egy szamos lesz a háttérben, a holtszamos, tehát egy fantasztikus gyönyörű földrajzi környezet. Hát ide nekünk nagyon szükség lenne egy körforgalomba, és egészen városos megjelenése lenne a településünknek, reméljük egyszer elérjük. A részben uniós, részben hazai forrásból megépülő bölcsődek közel 300 millió forintba kerül. Az építőanyagok folyamatosan drágulnak, ezért a polgármester tervei szerint még ebben az évben megépül az új intézmény.